Hát így kezdődött a történet. Csele Lajos és barátai trióban kezdtek muzsikálni. Aztán évek alatt kialakult az a formáció, ami a Szekszárdi Gitárkvartett nevet viseli, de csak névleg, mert ha mindenki a színpadon van, aki valamilyen módon kapcsolódik a zenekarhoz, 13-an is vannak. A tagcserék és a zenekari létszámbővítés a lehetőségek kiszélesedését is hozta. Ezzel együtt Csele Lajos számára egy dolog volt mindig is fontos, a magas minőségű zenei anyag színpadra állítása. A vezérfonal az talán az, hogy igényes és jó legyen. Tehát és megszólaljon gitáron. Ugye a gitárnak van egy bensőséges jó hangja, és ahhoz megdöbbentünk, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet kapcsolni. Gyakorlatilag minden korból, mindenfajta stílusból el kell találni, hogy mit és hogyan, de lehet kapcsolni. Az igényesség volt szerintem az a vezérfonal, ami átjött, meg amit mindig csináltunk, és szerintem azért tartunk még mindig 20 évesen is ott, hogy nagyon szívesen összejövünk, szívesen tanulunk új dolgokat, megyünk újabb és újabb kihívások, koncertek felé, mert ez megvan, és átmegy a közönséghez. Nem kell feltétlenül whitefülűnek lennie, mindenfajta korosztályt, mindenfajta ízlésvilágot szívesen kipróbálunk, összeegyeztetünk a mi dolgainkkal, és úgy tűnik eddig, hogy átment. Zenetörténelembe is végigmentünk, tehát elkezdtük a középkori zenét, egyházi zenét, reneszánsz, barokk, stb. És mindenhol voltak olyan szerzemények, amiket kedveltünk, épp repertoáron volt. Most elmondhatom, hogy a 12. századtól a 21. századig már játszunk mindenféle stílusban dolgokat. A jubileumra a Szekszárdi Német Színházban került sor. Ennek oka kettős. Egyrészt Lockati igazgató eltökélt szándéka, hogy így módon is nyit a város felé, másrészt ő is érintett a Szekszárdi Gitárkvartett sikerének elérésében. Mi színházunk nem csak német színház, elsősorban az persze, de egy kulturális találkozópont is. És azért nagyon szívesen adunk rendezvényeknek teret itt. Azt gondolom, hogy ez a színház egy nagyon jó akusztikával rendelkező színház, egy kis ékszerdoboz, és miért ne tudja megmutatni ez a színpad a többi oldalát is, nem csak a színházi oldalát, hanem a zenei oldalát, vagy a felolvasóest oldalát, tehát amit még tud adni. Minden héten találkozunk, minden héten zenélünk együtt, örömzenélünk, beszélgetünk, borozgatunk is, és együtt utazunk, minden nyáron elutazunk valahova együtt, általában egy határon túli magyar lakta területre, és ott is koncerteket adunk, és együtt ismerkedünk azokkal a területekkel, azokkal az emberekkel, az ő mindennapjaikkal, és ez nagyon jó. Mindannyian ugye más területen dolgozunk, hozzuk a tapasztalatainkat, mindannyiunkat picit más dolgok érdekelnek, és ezt össze tudjuk adni. Tehát abban, hogy különbözőek vagyunk, mégis megtaláljuk azt az egy közöset, ami a miénk, és tudunk egy irányba menni. Lockati szerint az együttes egy kulturális szellemi műhely. Ő maga el nem évülő érdemeket szerzett a spanyol költő Federico García Lorca estjének kialakításában is. A zenekar nagy vállalkozása volt a Borok és Húrok rendezvény, mely évek óta meghatározó eseménye Szekszárd kulturális kínálatán. Azért csináltuk meg, hogy valami érdekes dolgot hozzunk létre, és kipróbáltuk, hogy működik-e vagy nem. Ugye egy szabadtére minden évben döntően világzenét, játszó együtteseket hívunk, és ez, hogy a szekszárdi palettán megállja a helyét, de úgy tűnik megállja 12 éve, most a 12. is nagyon nagy siker volt, és nagyon-nagyon jó volt. A zenekar tagbővüléseinek köszönhetően vált alkalmas sokféle zenei ötlet megvalósítására.
Itt van például Veszeli Ági, aki még majdnem gyerekként lett tagja a csapatnak. Komjáti Peti volt, aki 2008 őszén egyszer odajött hozzám, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem eljönni egy próbára a gitárkvartethez. És akkor mondtam, hogy hát de, miért ne, hogy dobolgassak, ilyesmi. És akkor elmentem, és hát ez lett belőle. Én mai napig is itt vagyok, és dobolok, gitározok, és énekelek, és jól érezzük magunkat együtt. Általában úgy vagyok mindig feltüntetve a programokon, hogy közreműködő vendégzenész, de valójában szerintem ez már közel sem vendégkeskedés, hanem én már ott lakom együtt velük. Most ugye egy baráti körről van szó, hogy a gitárkvártet nem gitárkvártet, hanem 6-an, 7-en, 8-an kapcsolódnak hozzá, akik rendszeresen jönnek velünk a koncerteinkre is, és hogy jó kedve, jó borakkal teljenek a próbák, és utána a koncertek meg azok olyan minőségűek legyenek, mint most.